János Általános Iskola és a Mendikusz Művészeti Központ közös újévbúcsúztató műsorán. Remélem, mindenki megtalálja benne a számára legkedvesebbet. Lázasan készültek a szereplők, hogy fölléphessenek ma, és megmutathassák, hogy mit tudnak. Drága publikum, srdečno vas pozdravljamo i veoma se radujemo jer ste došli da zajedno ispratimo 2023. godinu svečanim programom naše škole i kulturnog centra Mendikus. Nadamo se da će svako naći nešto lepo u ovom malom programu. Učesnici su vredno radili i pripremali se za ovo veče. Thank you.
legvirgoncabb táncosai a rügyecskék léptek színpadra népi gyermekjátékokkal. Az összeállítást készítette és betanította Czurnovich Lilla. Barkóczi Fanni a harmadik A-osztály tanulója. Számtalan versenyen vett részt és kiváló eredményeket mondhat magáinak. Vukelék Csilla tanítónéni foglalkozik vele. Meséjéből megtudjuk, hogy miért nincs a cigánynak se kecskéje, se báránya. Iskolán kórusát Tóth tanít a zenetanárnő vezeti. Daluk címe Add tovább. A következő csoport fellépő, a harmadikos és negyedikes színjátszó, Vukelik Csilla tanítónő készítették a következő színdarabot, melynek címe Hófehérke, azaz Hogyan ússzuk meg a bukást. Fogadják őket szeretettel. A pocsérkodási programát nastupili su najmlađi populovci Mendikusa pod nazivom Riđačka. Sekciju je vodila Lila Czurnović. Fani Barkoć je učenica trećeg odeljenja i voli da pripoveda narodne bajke, a također i dobitnica više priznanja. Sada ćemo saznati od nje zašto cigani nema ni kozu ni jagu. Mentor je učiteljica Čila Vukelić. Hor naše škole vodi nastavnica muzičke kulture Anita Tot, a oni će izvesti pesmu Prenesite to dalje. Učiteljica Čila Vukelić je s učenicima trećeg i četvrtog razreda pripremila kratak pozorišni komad pod nazivom Snežana ili Kako da se izvučemo iz nevolje. Primite ih s ljubavom. Nije ničo cigano, še kečki je, še baranjo. A cigánya volt egy nagyon gazdag komája, akinek igen-igen sok kecskéje volt. Tavasz felé bedöntött őket tenyelni a pajtába, de nem volt elég hely benne. Azt mondja a komar cigánynak, adok én neked egy kecskét, de viseld el gondját. Az jó lesz nekem, komám, de én azt sem tudom, hogy mivel élnek a kecske. Megél a fával, gondolt itt ekkor a koma az élő fa gajacskákra. Elnevette magát a cigány, hogy milyen könnyű eltartani a kecskét. Az udvarába volt egy nagy-nagy farakás, amiből tűzrevalót akart készíteni. Ahhoz hozzákötötte, és harmadnapra megdöglött éhen. Pár napra rá összetalálkozik a két koma. Kérdezi a koma a cigányt. Hát ugye, mit csinál a kecske? Nem csinál az immár semmit. Hát hogy ne csinálna? Nem haragszik rám az Isten, de elvette. Nem adtál neki enni. De hogy nem? Én akkor a farakáshoz hozzákötöttem, hogy elég lett volna az hat esztendeig is. Hát az bizony bolondul tettem. Nem a farakáshó körülött volna hozzákötözlött, hanem előre a kertbe, a bokrok közé, hogy onnan egyen le a fokgajacskákat. Látom, hozzád nem való a kecske. Adok én neked egy bárát. Annak adhatsz füvet, kenyeret, szénát, puliszkát is, akármelyiket szereti. A cigánynak nem volt másra, csak kenyere. Azt morzsálgatta neki ide, oda. Úgy megszerette a bárány a cigán, hogy mindenhová követte, mint egy kis kutya. Egyik nap elkezdett menni a cigánynak az erdőbe. Oda is követte a bárány. Még ő dolgozott a fával, addig a bárány jókat legelészett a fűben. Beesteledett, a cigány tüzet rakott, és lefeküdt pihenni. A bárány pedig szemhoz vele, és elkezdett kérdezni. Nézte a cigány, hogy örökössel rád valamit, de semmit nem vesz a szájába. Megijed, hát azt hitte, hogy ráfenni a fogát. Mikor ezt kigondolta, Hepó fölszökkel, és elkezdett futni. A bárány meg utána. A cigány észrevette egy fut a bárány.
Az olyan gyorsan elkezdett hozzájuk futni, de olyan gyorsan, hogy el se tudjátok képzelni. A bárány hazaért, kirekedve a házból, betekült a kicsi pajtába, és tovább törődzött. A cigány elkapaszulta ezt a zenekarjának, hogy micsoda korosz portéka lett a bárányból az erdőbe. Kieszültek egy terve, hogy az asszony bebújik a pajtába, kicsalogassa a bárányt. A cigán az ajtó előtt egy nagy bottal feldeüti, és az megdöblik. Így is lett, az asszony bebújt a pajtába, de csúf volt, a bárány megijedt tőle, és elkezdett dobogni az első lábával. Az asszony megijedt, és kinyitta a fejét. A cigán azt hitte, hogy a bárány jön, és úgy fejre locsintotta, hogy az megfut. Mikó ezt észrevette, nagy búsan elment a komárhoz, és kérlelte, hogy vigye el onnan azt a fenevadat. A komár elhozta onnan a cigán kérésére a bárány, és azótától fogva nincs a cigánynak se kecskéje, se báránya, se öreg anyja. Így volt, mese volt, talán igaz volt. Thank you.
Csak ezt is elárulja a többieknek, előre szok, nem állok jót magamért. Hú, legyen! Szóval a Daliás herceg megsimítja hófehér kezét, aki ettől felébred, ránéz és szerelembe esik. De mi van, hogyha már előtte is szerelmes voltam benne? Hát akkor részt végig. És mi lesz a gonosz királynőval? Nem lehet, hogy ötletbe összejön a vadászat? Meg róla szín, köd és pillangó. Ne viccelj! A mese végén minden elnyeri Neltó büntetését. A gonosz királyné nem tudja enni sem, hogy hófehérke nála örökké szebb lesz. Így elbújt a sötét erdőre, és onnan soha többé nem tér vissza szégyenébe. Bla bla bla. Mese király? A király. Ki lenne, ha kiderülne a végén, hogy a vadász igazából vadászkák? Nagyon megtetszett a királynak, sőt, hogy vadon élnének, hogy meg nem halnának. Hát, ha mindenképpen happy endet szeretnétek a végére, Hófehérke és a Daliás herceg visszatértek a palotába a királlyal, a vadásszal, és boldogan éltek, hogy meg nem halnának. És velünk mi lesz? Hát, mi pedig megyek tovább dolgozni, hát a végén. Na, azok sohasem mindenek. Szerintetek ez elég lesz egy ötösség? Jó kérdés. Holnap is látunk még egy trókát. Akkor játszok valami csokkányos. De ott legyen benne trók. Fúj már. Fúj. Azért majd nem volt semmi. Jól felhúzta magát a fel. Láttátok a haját? Majdnem elérte a plafont. Az nagyon vicces volt. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, mert gyönyörű eredményekkel tértek haza a tamburás versenyekről. Mentoruk Vörös Róbert. Petra Szávik, iskolán 8. tanulója. Saját írását hallhatjuk tőle. Nagy Ákos, fiatalkora ellenére régóta foglalkozik zenével, muzsikálással. Úgy döntött, hogy megpróbálkozik szóénekléssel is. Ezúttal két angol nyelvű örökzöld slágert énekel, Csikós Gergely és Juhász Patrik gitár kíséretében. Őket követi a Mendikus Csipetkék Néptánc Egyesület. Bodrogközi táncokat mutatnak be. A koreográfiát Kis Imre Szerda Anna és Kis Imre Árpád készítette. Bűvészeti vezető Bojtos Kiara. Mendikus juniori tamburaški orkestr. Se sa velikim entuzijazmom spremao za današnji nastup. Želim da vas očaraju veselim narodnim pesmama. Veoma smo ponosni na njih, jer redovno donose diplome sa raznih tamburaških takmičenja. Vodi ih Robert Vereš. Petra Savić je učenica 8. razreda i izvršte svoju autorsku pesmu Uvek je Božić. Ako Šlađ se još u osnovnoj školi počeo baviti sviranjem, sad je odlučio da se pokaže kao solo pevač u gitarskoj pratnji Gergelja Čikoša i Patrika Juhasa. Otpevat će dve evergreen pesme na engleskom jeziku. Nakon ove tačke sledi folklorna grupa Mendikusa pod nazivom Čipetkek, a predvodi ih Kiara Bojtoš. Thank you.
imamo ljubav da delimo, glasno da se molimo i svi da se volimo. Božić, Božić, stiže svima, osmeh sad je na licima, željno Hrista svi čekamo i rođenje Hristovo slavimo. Ćutanjem u miru se molimo, Božić nam otvara vrata, nježno za ruku hvata, padne pod srce daruje, želje naše ostvaruje. Želje lepe se upućuju, božićne pesme se pevaju, sreću i ljubav svi poželimo, jer Božić nas uči da volimo. Darling, so it goes, silently.
are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you.
nyolcadikos leányok egy verssel köszöntik a 2024-es évet. Az ötödikes, Kuzmanovszki Léna nagyon szereti a zenét. Most a Next Ljubavszia című dalt fogja elénekelni önöknek, Tóth Anita a zenetanárnő zongora kíséretével. A Szénabogja néptánc csoport következik. Somogyi táncokkal készültek mára. Koreográfus és művészeti vezető Pintér Magdolna. Vukeli Liza, harmadik A-osztályos mesemondó is, sok elismerést, diplomát szerzett a mesemondó versenyeken. Most János gazdáról, meg a Schuster mesterről mesél nekünk. Őt is Vukeli Csita tanítónéni készítette fel. Kitit odvági i enikük elmen, se pozdraviti novu godinu pesmom Eleka Benedeka. Vesna Kuzmanovski ide u peti razred i veoma voli muziku, a na večerašnjoj priredbi izvešće pesmu Nek svud ljubav sja, u pratnji nastavnice Anite Tota. Sledi folklorna grupa Sene Bomilja, koja pleše mađarske igre iz Šomođa. Koreograf i umetnički voditelj je Magdalena Pinter. Liza Vukević je učenica 3. razreda i ona veoma voli da priča narodne bajke. Osvojila već puno diploma na takmičenjima u pripovedanju. Danas će nam pričati o gazdi Janošu i obućaru. Pripremila joj je učiteljica Čila Vukević. Benedek Eleg, új évi köszöntük! Madárka, madárka, csácsugú madárka, szájide, szájide, házunk ablakára. Szájide, szájide, szépen csicseregd el, amit szívem érez, új esztendő reggel. Áldja meg az Isten e háznak lakóit, édes szüleimet, hozzátartozóit. E háznak tájékán a búg meg se álljon, soha se is lássuk, oly messze szálljon. Kicsike vagyok én, nem mondhatok sokat, de nálamnál senki nem mond szépet jobbat. Esztendő, esztendő, édes új esztendő, szépből jóból benned legyen elegendő. Forog a szárnyas, a nagy időkerék, egy esztendő én újra eltelik. Fölvirradott az újnak reggele, egész világ reménységgel tele. Kinek a múltban bújja gondja volt, kitől a jó szerencse elhajolt. Könnyét letörtén nap reggelén, szívébe támad új remény. Remény, remény, te szépséges virág, friss harmatot az Isten hintre áld. A te életed örök, végtelen, mert Isten az, ki ápol szüntelen. Az ő kezében a mi életünk, minden jót csak tőle remélhetünk. Ezért most is, ez új év hajnalán, hozzád fordulok, édes jó atyám. Te, ki szüleimnek is atya vagy, s porszem előtted az is, aki nagy. Ki mindent lát, s vagy mindenütt jelen, világos nappal, sötét éjjel. Ó, légy velünk ez esztendőben is. Ápold a szépet, a jót bennem is. S jó szüleimet, tartsd meg nekem. Mindenek atya, én jó Istenem. Stop.
hon volt, hon nem volt. Hát a két ország ellen volt. Az Óperenciás tengeren is túl nem volt. Az Üveghegyen innen volt. A korpak az alok közt megszorult. Élt egy szüves Schuster. Ez a Schuster, hát ez olyan öreg volt, mám, de olyan, hogy nagyon. No, de ennek a Schusternek az ablakjában ki volt téve egy pár nagyon szép csizma, az oda volt hozzáírva. Ez a pár csizma azért lesz, aki nem fél a feleségítőt. Arra, hogy János gazda, azt meglátja, elolvassa egyszer, elolvassa kétszer, megtám már harmadszorra is, megpötörli a bajszát, megtörli a szemét, azt csak ugyan jól látja. Ez a pár csizma azért lesz, aki nem fél a feleségítő. Benyit János gazda, köszönni le Dána sem. Adjon Isten, mester úr! Fogadj Isten, gazdoram! Há, mester úr! Hát tényleg igazam, ide ki van írva a csizmákról. Bizony, gazda, igaz. Ez a pár csizma azért lesz, aki nem fél a feleségítő. No, betyárja te meg odáját a világnak! Enyém lesz az a pár csizma! Nem, hát én ugyan, nem félek az asszonytól, nekem az asszony nem parancsol, jelentette ki János gazda. Hát, szavamat ne felejtsem, a Schuster előtte kioktatta az inasát, hogyha valaki főpróbálja a csizmát, ő tegye alá a Schuster széket, de előtte jó kenyebe csirizze. Az inas legény, hát úgy is tette, hogy megmondták neki. Ugyan hozza a gyerek a csizmát, hogy főpróbálja János bácsi. Abba az időben tudjátok az emberek, fehér gatyába jártak. Bőfehér gatyába. No, ebben volt János bácsi is. Ugye hozza a gyerek a csizmát. Hát a gazda egy jó ideig toporgott, végül csak lejött. Főhúzza az egyik lábára, főhúzza a másik lábára. Hát az nagyon tetszett neki. Nézegette jobbról meg balról is. No, üldögétott János gazda még egy jó ideig. De amikor fő akart kelni a széklő, hát akkor lett aztán csak cudar a helyzet. Mert hát a szék oda volt ragadva a fenekihő. Jobban mondva, hófeje gatyájához. Na most mit csináljon? Hát, mit volt mit tenni? Akkorát le kellett szakítani a gatyából, hát amekkora volt a Schuster szék. De hogy ki leátszódjon, aminek nem föl, a gatyát jó félrehúzta. Azt keseregben mondogatta. Jaj, nekem! Ha most mit szól majd az asszony? Ha mivé lett a gatyám? Hát, gazduram, nem azt mondta, hogy nem fél a feleségítő. No de kérem, a fél gatyámat itt kellett hagyni. Azt mit mondok majd neki? Hát úgyse iszli el, hogy csizmapróbálás közben odaragadt a fenekem a székül, azt a gatyából akkorát le kellett szakítani, amekkora volt a Schuster szék. Vagy méltem volna székestül haza? Hát, jó megviccőd engem a mester úr, de az nem lesz vicces majd, amit az asszonytól kapott? János gazda nagy búsa hazaindult, a Schusternek az inasa, pedig jót nevettek az egész eseten. Eddig volt, mese volt, tovább nem volt. A Makocs családot köszönhetjük műsorunkban. Azt köztudott, hogy Árpád, az édesapa, már több évtizeden népszerűsíti a népdalokat. Lányával, Rékával is már több ízben szerepeltek falunk különböző műsoraiban. Most, erre az alkalomra csatlakozott hozzájuk Ádám is. Moldvai dalokat énekelnek. Pap Tíme, a 7. osztályos tanuló fogalmazásában szeretne megosztani gondolatait önökkel. A Mendikus felnőtt tambura zenekarát nem kell bemutatnom. Öreg Bítik Csantavér hírnevét szerepléseikkel, sikereikkel, határon innen és túl is. Igazi különlegesség a mai műsorba szánt összeállításuk, ugyanis szokatlan módon operett részleteket fognak muzsikálni önöknek. Sácsán a stópíti porodica Bárkos. Znászik a szél Árpád, láva porodici, és decim néma úspešne bávi národnú muziku. Sácsékom Réku mi nastúpala na ráznym manifestáciama, a za ovo priliku im se pridružio Jadam iz vešte mađarske narodne pesme iz Modve,
u Transilvaniji. Timea Pap je učenica 7. razreda. Napisala je sastav sa namjerom da podeli svoje praznične misli sa vama. Tamburaški orkestar odraslih iz Medikusa ne mora vam predstavljati posebno. Svojim nastupima i uspjesima razno se slavu čantavirom i u zemlji i u inostranstvu. Za danas su spremljivili nešto posebno. Svirat će odlomke iz poznatih operata. Thank you.
Dopire miris medenjaka koje majke pripremaju vrednim rukama. Dečji pogled je usmeren ka prozoru, kroz koji se beli zimski pokrivač. Dečica oblače kape, rukavice i šalove. I ureći započinju zimske igre. Nakon povratka u tople domove, piju toplu čokoladu i s nestrpljenjem čekaju božitno jutro, kada će otvoriti božitne poklone. Nažalost, u ovom surovom svijetu ne osjeća svako božitnu čaroliju. Zbog toga podelimo deo svoje božitne čarolije i božitnog duha sa svima oko sebe. Van egy édes kis óvoda, oda szerelmes jár csupán. A nagy fák alatt kis padok, s úgy ragyognak a csillagok. A kis nyári szerelmeket elfeledni sosem lehet. Volt egy kislány, furon jött fel ide, így százan suttogják ezt a fülibe. Legyen a formát kedvem után. Szombaton este, fél nyolc után, kiszól a szinkörből a zene, nagyok az édes, kint szép szeme, legyen a hormát kedvem után. Szombaton este, fél nyolc után, mikor az első csillag kigyúl, kicsike babám hozzám simul. Beszegődtem a két hete, Petrának szép az élete. Tologatt egy gyerekkocsit, s jobbra-balra kacsin kicsit. Van egy édes csinos babán, csillagon a piros nyakán. Ha látom őt, már rögtön dalasszik, szombatra kapni menőt is ide hint. Legyen a horvát kertben után, szombaton este fél nyolc után. Kiszól a szinkörből a zene, ragyog az édes két szép szeme. Legyen a horvát kertben után, szombaton este fél nyolc után. Mikor az első csillag kigyújt,
jó, kicsike babám a hazám sikor. Ott a halmasna hint a szám, déli nének a szobra áll. Volt egy nagy-nagy öreg faház, s körülötte kis kocsma száz. Fejbe szállt a könnyű limita, sírán indult a nyári dag. Mint este, mint hajnalban az alakult, másnapra mindenki így két randevút. Legyen a horvát kertben után, szabadon este fél nyolc után. Kiszól a szívkörből a zene, ragyog az édes két szép szeme. Legyen a horvát kertben után, szabadon este fél nyolc után. Mikor az első csillag kigyúl, kicsike babán hozzám sikul. Mert én ezt ki nem állom. Jaj, Jani, szeretném hallani, szerelmet vallani, csak ez a kívánságom. De János legyen, benne János hegyen, estére oda várom. Jaj, Jani, szeretném hallani, szerelmet vallani, csak ez a kívánságom. De János legyen, benne János hegyen, estére oda várom. Látjuk-e még viszont egymást?
nehéz értünk. Reméljük, hogy mindenki talált benne kedvére való. Hadd búcsúzzak a költő szavaival. Újévi köszöntő. Szeretetben, egészségben, legyen részed egész évben. Légy szerencsés, vidám, boldog, felejtsd el a bút és gondod. Kezdődjön hát egy új élet, legyen békés, boldog éved. Drági gledoc, stigli smo do kraja našeg programa. Opraštamo se od vas sa riječima pesnika. Zatvori oček, želju zamisli. Na ljude cijelog svijeta, noćas pomisli. Uspeha, sreće, zdravlje i ljubavi svima na svijetu poželi.